Nagyon jó volt, de ott levegőt kéne venni. Figyelj csak! Figyelj, mutatom! Maul Péter a Fruszernő Zeneiskola tanára tart órát, otthonról, Skype-on. Ahogy ezekben a napokban minden pedagógus. A zeneoktatás interneten nem ördögtől való, és bár kétségtelenül hiányzik belőle a személyes kontaktus, mégis Maul Péter szerint is kiválóan alkalmazható. Tulajdonképpen a zenei részét meg lehet tanítani a fiataloknak, gyerekeknek. Tehát az, hogy a kotta olvasás jó legyen, hogy jó hangot játszon, jó ritmust játszon, ezzel tulajdonképpen nagy baj nincsen. Hát azok a finom kis műhely munkákat nem tudjuk, vagy nehezen tudjuk megoldani, hogy a száját hogy tartsa. Most szerencsére év végén vagyunk. Most ha év elején lennénk, és tanév elején, és mondjuk lennének olyan kezdők, akik még nem nagyon fújtak a hangszerbe, akinek ki kell alakítani ezt a befúvást, ugye, hogy hogyan tartsa a száját a hangszerhez, az sokkal nehezebb lenne. Na most itt, hát ugye torzan halljuk a néha darabos, ez attól is függ, hogy éppen milyen a wifi ott, milyen a wifi itt, éppen milyen telefonról legújabb, vagy kicsit öregebb telefonnal próbálkozik otthonról a fiatal itt a Messengeren, az szerint néha darabos, néha megáll, vagy ilyen torzan szól. Hát így próbálkozunk. Sokkal jobb. A vonal túlsó végén Barni, azaz Kappel Barnabás. Küzd a hangszerrel meg a feladattal. Ő is azt mondja, megvan a maga előnye és hátránya is ennek a módszernek. Hát van előnye és hátránya is. Például, hogy a tanár megmutatja, hogy milyen hangot hogyan kell játszani, vagy hogy ha egy kezdő például nem tudja ezt is ezt eljátszani, akkor a tanár eljátsza neki, megmutatja, hogyan kell, mit kell. Neked könnyebb így tanulni, vagy az iskolába könnyebb? Hát ha ott van a tanár mellettem, akkor úgy sokkal könnyebb. Az iskolában azonban most senki sincsen. Fritz Józsefné igazgatóval is az épület előtt találkozunk. Azt meséli, jelenleg az ország számos pontján élő tanárokkal próbálják megoldani azt, hogy fenntartsák a zenélés iránti vágyat a gyerekekben. Hát érdekes a helyzet, azért hozzá kell tennünk. Megoldottunk mindent, a Skype, a modern technika, a Messenger, különböző hangfájlok küldésével megoldottuk a zenetanítást. A főtártanárok azért ügyeskednek e téren, főleg a fiatalabb kollégák. Számos olyan ügyes alkalmazás van, amivel lehet egyidejű online órákat tartani. Nem igazán jelentett nagy kihívást, meg kell, hogy mondjam. Inkább nekünk felnőtteknek, tanároknak, az idősebbeknek, hogy megtaláljuk azokat a platformokat, amikről a gyerekeket pontosabban jobban elérjük. Tehát szakmailag ez volt a kihívás. Órákat gyakorlatilag ugyanúgy tartunk, majdnem mindent meg tudunk oldani így. A tantestületünk kicsit szétszórt valóban, úgyhogy most mindenki az otthonából dolgozik. Lehetősége van mindenkinek a saját elektronikai eszközeit használni. Nekünk az a szerencsénk, hogy itt Tolnán a tankerülettől jócskán megkaptuk az ellátmányt annak idején informatikai eszközökből, tehát a kollégáknak mindegyiküknek van laptopja, okostelefonja. Ugye ezeket most már ragyogóan tudjuk használni, hála Istennek. Hát ezt nagyon reméljük, hogy nem ez lesz a megoldás hosszú távon. Azért ennek vannak előnyei is, vannak gyökeresen óriási nagy hátrányai is, természetesen. És a zenetanulás az mindig is egy társas kapcsolat, közvetlen emberi kapcsolat, közvetlen tanár-diák viszonyt feltételez. Azonnali reagálást és ugye négy szem közti tanítási módot jelent a zenetanítás.
és ugye a hangminősége a technikai eszközökön azért nem ugyanaz. Tehát mi nem vagyunk hangtechnikusok, nem vagyunk filmfelvevő mérnökök, nem vagyunk sok minden vágó, és nem tudom mi minden. Tehát ezért egy csomó technikai dolog azért igen jelentősen megnehezíti ezt a dolgot. Nagyon sok mindent utána lehet követni, tehát azt mindenképpen lehet érezni és látni, hogy a tanulók nagyon pontosan tudják, hogy mikor mit rontanak el. Tehát, hogy ők ezt nagyon szépen tudják korrigálni, hogy húha, én ezt most elrontottam. Mi nem tudunk annyira közvetlenül beleszólni, ugye itt egy kicsit technika miatt csúsznak a dolgok helyenként, bár a Maul Péter kollégának kiváló jó hangtechnikai eszközei vannak, tehát ő nagyon valós időben azonnal tud mindenre reagálni. Nekem mondjuk a Skype az nem ennyire gyönyörű, de hát én is megoldom a kérdést. Tehát a gyerekek azok nagyon ügyesen használják. A Viberen csodálatos filmecskéket küldenek, úgyhogy nagyon jól lehet őket instruálni és ellenőrizni szintén. Azt mondom, hogy nem vagyunk nagyon messze az ideálistól, tehát nem a semmi, semmi felé tartunk ezzel, vagy tendálunk, hanem azért ott vagyunk, mert mondom, tehát ilyenekkel, akikkel már nem kell mondani, hogy hogy tartsd a szádat, hogy stb., azokkal nagy probléma nincsen. Hát egy kicsit nehézkesebben megy, több a munka vele, tehát délelőttből is rámegy idő, tehát azért sokkal egyszerűbb, hogy is mondom, úriasabb, ugye bemegyek az iskolába, és ott van minden, és ott van a gyerek, és a tanuló, és mindjárt együtt tudunk kommunikálni, és lehet minden rezdülésére figyelni, és ő is tud figyelni, és tudunk együtt játszani, együtt muzsikálni, akár ugyanazt a darabot, akár az, hogy nagyobbakkal, ha óra végén van idő, akkor előveszünk egy-két duót, két szólamot, és akkor azokat játsszuk, és ez nagy élmény, nagyon szeretik a fiatalok. Erre még ki tudja meddig, de várni kell. Az is valószínű, hogy az idei vizsgák is a beküldött zenei felvételek alapján zajlanak majd. De zenélni jó is kell, és ha ilyen eszközökkel, akkor most így.